szépen, és lássuk, hogy mi történt még a mai nap folyamán itt a Lovas Akadémián. Ma délelőtt bemutatkoztak a lovastorna Európa-bajnokság somogyi résztvevői. A junior csapatok a kötelező gyakorlatokkal kezdték meg szereplésüket, és 9 együttes próbált szerencsét. Ebben a versenyszámban a csapat tagjai egyesével mutatják be az előírt elemeket, a zsűri pedig nem csak a lovastornászok, hanem a ló teljesítményét is értékeli. A Lovas Akadémia ST Kaposvár és a Szentai Török Lovastanya tehetségeiből összeállított együttes nem vallott szégyent. Úgy érzem, hogy jól sikerült a gyakorlat, ami gondunk volt, hogy most a tartaléklovak kellett induljunk, mert az eredeti lovával egész évben készültünk lebetegedett, úgyhogy ami kicsit nehéz volt, hogy gyorsan kellett ehhez az új lóhoz hozzászokni, a lónak is a gyerekekhez, úgyhogy azt hiszem, hogy a magával a gyakorlatokkal nem volt gond, de elég jó pontokat kaptunk, ami lehúzta kicsit az a lónak a pontszáma, és emiatt kaptunk ennyit végeredményben, most sajnos az új pontozási rendszerben nagyon sokat számít a lópontszám. A csapat tagjai már az első versenyszám során komoly tapasztalatokkal gazdagodtak. Szerintem megtettük, amit tőlünk kellett a legjobbakat, de én személy szerint nagyon izgultam, amíg be nem értünk a körbe, mert ott már nem arra figyel az ember, hogy mennyire izgul, meg hogy mennyi ember van, hanem hogy a legjobbat hozza ki magába. A magyar junior válogatott legfiatalabb tagja a 11 esztendős Bence Balázs. Nekem ugyanazok, mint a nagyoknak. Hát nem annyira nehéz megtanulni, hát ilyen zászló, ilyen állás, hát ilyen olló, levegő, és akkor még leugrás. A csapat holnap a szabadon választott gyakorlattal folytatja szereplését, és a remények szerint sikerül előrébb lépni a jelenlegi 9. helyről. Magyaros jellegű lesz, és szerintem tele van nehéz gyakorlatokkal, és megpróbáljuk ott is a legjobbat kihozni magunkból. A nyílt lovastorna Európa-bajnokság pénteken 9 órától folytatódik a Lovas Akadémián, és a program egészen estig tart, szinte szünet nélkül.